Na, szervusztok, újra itt. Nem mondom, hogy minden nap csinálok egy ilyen kis párperces bejelentkezést, mert mit tudom én, hogy mit hoz a jövő. Na, nagyjából sejthető, azért erről akartam beszélni. Nem tudom, láttátok-e, hogy hogy áll a forint, meg az euró. Mert az hagyján, nézzétek meg a sékelt, vagy a zlotyit. Gyakorlatilag Magyarország annyira jól teljesít, hogy már mintha 10 évvel ezelőtt ilyen déjà vu-m lett volna, amikor arról beszéltem 2009 januárja magasságába, 2008 vége, hogy államcsőd van. Most nem mondom, hogy államcsőd van, mert teljesen abszurd lenne, és úgyse hinné el senki, meg nincs is neki jelentősége, mert annyi pénzt biztosítanak olyan célra, amire csak akarnak. Senki nincs, aki ennek utána nézen. Tényleg szálljatok rá egy kis időt. Most nem fogom nektek elmondani, hogy felolvasni a reggeli adatokat, de úgy néz ki, hogy az, hogy a GDP-ben Magyarország milyen jól teljesített az elmúlt időszakban, és erre büszkék lehetünk, ez most nyilvánvalóvá vált, hogy ez mennyire nem van így. De lehet, hogy így van. Tévedek. Tévedni emberi dolog. Mert ugye a másik oldalon meg nem emberek vannak, hanem úgy néz ki, hogy biorobotok. Kicsit a pszichológiai oldaláról, hogy mi zajlik itt, bátran kijelenthetjük, hogy a harmadik világháború folyamatban van, koronavírus címszó alatt. De ha korábban valakinek lett volna kétsége, nekem nem volt, ugye a legelső ilyen témával foglalkozó anyagom is már arról szólt, hogy ez gyakorlatilag egy fedett operáció, ez világszintű, világháborús történet, most így valósítják meg a harmadik világháborúnak azt a fejezetét, ami a globális átállítás felé mutat, amelynek az eredménye többek között, nem tudom, mond-e nektek valamit, a Jalta. A Jalta, amikor Sztálin bácsék ott összejöttek, Roosevelt, Churchill, és megbeszélték az új világrendet, hogy mi lesz majd a második világháború után. És én ezt a második Jaltát már hallgattam egy bő fél éve az egyik úgymond kedvenc előadomtól, professzoromtól, és ő ott bőszen emlegeti, de most egy egész más forrásból hallottam újra, úgyhogy hogy fölütöttem, megütötte a fejemet, és úgyhogy fölkaptam rá egy kicsit a gondolati fonalat, hogy akkor most ez a második Jalta, hogyha bekövetkezik mégis, mert ugye teoretikusan hangzott el, és Putyin ugye nemrég Izraelben ünnepelte a holokauszt 70. évfordulóját, ha nem emlékszem, 75. évfordulóját, hát ideje lenne most már megtartani, hogy rendesen tisztességű becsületből. Izraelnek a felszámolása ugye elkerülhetetlen, erről is nagyon sokat lehet hallani. Na mindegy, a lényeg az, hogy egy második Jaltával kellene most összehozni, összejönnének a világ úgymond nagyjai, leülnének, nyilvánosan is megbeszélnék, hogy az új világrend, a harmadik világháború vége, mert most ugye benne vagyunk, de majd a végén, amikor ez a gazdasági pénzügyi mahináció lezajlik, meg összeszedik a bűnözőket a világba, a Illuminati, nem is tudom, ilyen-olyan lovagrendes, valagrendes, jezsuita és egyéb judeo-keresztény zsidó hordalékot összesöprik. Van egy ilyen verzió. Másik verzió alapján ugye minket, elmebetegeket, szektánsokat kellene össze, népnemzeti radikális vonalat kellene összeszedni. De hát ez ugye majd eldől, úgyhogy majd egy fél év múlva visszatérünk erre. A második Jaltára azért is asszociál lok, mert hogy Putyin ott kijelentette Jeruzsálemben, hogy össze kellene jönni most már az ENSZ alapító tagoknak újra, az ENSZ alapító tagoknak, csak annak a párnak. Össze kellene jönni, és újra megbeszélni, hogy mi van. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész ENSZ-es történet egy kalap szart nem ér jelen pillanatban. Gyakorlatilag Európa ENSZ-el együtt, ENSZ nélkül, biztonsági tanácsa vagy anélkül nem ír semmit. Közben ugye Viktor bejelentette itt a rendszabályokat, és olyan, mintha lenne neki felhatalmazása bármit is elkövetni. Ehhez az alkalomhoz azért most már egy ideje ilyen maszkokat használok, vagy láttatok rajtam maszkokat. Szerintem új maszkok jelennek meg az utcán. Nagyjából ilyenek fognak megjelenni. Jó, eddig gáz volt, most ez majd nyilvánvaló szabad lesz. A krímet ilyen kis zöld emberkék foglalták el,
kis barátságos emberkék egy puskalövés nélkül. Gyakorlatilag kis zöld, maszkos emberkékre lehet számítani. Mint ahogy Gandalf mondta annak idején, hogy jöttömre 5 nap múlva észak felől számítsatok. És jött is, jött, látott és győzött. Na, szóval ilyen maszkolt, elmaszkolt arcú embereket lehet majd látni. Ez nagyon jó, mert ugye a kamerás arcfelismerő rendszer már most is egy kicsit bajba lehet azzal, hogy kinek milyen a fizimiskája, hogyha csadorba jár. Ez ilyen nagyon érdekes, hogy van ez most a nemzetbiztonság. Nem is tudom, Franciaországban, Németországban, tehol van, tele vannak terroristákkal, ISIS menekültekkel, meg alkaidásokkal, meg mindennel, és most egy kanyi hang nincsen róla. Olyan, mint hogyha a bűnözés is megszűnt volna, a terrorizmus is megszűnt volna. Egy dolog nem szűnt meg, hogy a nép kiéheztetése, illetve a nép tudatának felébresztése az nagy lépésben, nagy volumenben halad előre. Úgyhogy én üdvözlöm ezt a folyamatot, én sem tudnám jobban csinálni. Mondjuk ez a koronavírusos témakör, ez nagyon gáz, tehát egyre nagyobb probléma az, hogy védhetetlen a sztori. Tehát nem mondtam, hogy nem vonom kétségbe, hogy van egy ilyen történet, hogy koronavírus, de hogy itt nem erről van szó, ez egészen biztos. Ezt sem megcáfolni, sem megerősíteni nem tudom. Azt mondják. Jó, fogadjuk el. Még mielőtt a rémhír terjesztők rám mondanák, hogy én rémhíreket terjesztek, a rémhír pedig az, hogy nincsen rémhír. Várjál, hogy is van ez logikailag? Mit tudom én, majd valamelyik buzi bíróság majd eldönti. Legfőképpen, hogyha ez elhúzódik, már pedig elhúzódik ez a folyamat következő 2-3 hónapra mindenképpen, már az ez az erősebb része, úgyhogy nem arra számíthatunk, hogy csökkentik a kijárási tilalommal kapcsolatos szabályokat, hanem még erősítenek is rajta. Úgyhogy lesz ebből még totális kijárási tilalom, és tényleg katonák fognak mászkálni. Mondom, maszkal, vagy maskara nélkül, mert hogy az egész világ egy maskara, egy maszkba vagyunk. Na, nem tudom, hogy sikerült-e ezzel valami újat mondani, és hogy még hiteltelenebb legyen, hogy forrásokat nem jelölök meg, nem is fogok. Hogy pozitívat azért mégiscsak mondjak, emberek, higgyétek el, vagy ne higgyétek el, aki nem érzi, hogy gyakorlatilag itt már a harmadik világháborúnak a de facto fizikai megvalósulása, az írtásos része, már az direkt örészetes része kellene, hogy megvalósuljon. Már egy jó ideje, és ehhez képest most még csak ott tartunk, hogy önként karanténba, önként elzárásba, ez mibe különbözik abból egyébként, csak megkérdezem tőletek, nagy okosok, mibe különbözik attól, hogy fognak aztán elvisznek benneteket börtönbe. Hát ott költeni kell rátok, meg kaját adni, meg őrséget mellé. De milyen jó, tök jó, magatokat bezárjátok, magunkat bezárjuk önként, otthonunkba. És törvényt hoznak rá, Putyinék ugye megtették, hogy azt mondja, hogy 7 évvel is sújtható az, aki megszegi a karantént. Hát gyerekek, hát a oroszoknál nem csoda, hogy ez van. De hogy itt Magyarországon, ennél a fegyelmezett csűrhéni, hát mondtam, ez kap egy parancsot, önként bemegy, lefekszik a tiló alá a hülye magyarja, aztán még a madzagot is megrántja, hogy lefejezi saját magát. Hát magyaroktól elvárni olyat, hogy majd népi nemzeti összefosás lenne, az nagyon nehéz, bár el fogják tudni érni, mert lesz egy ilyen nemzeti összeborulásos történet is végén. Na, most egyenlőre ennyi, elbúcsúzom tőletek, sok sikert! Thank you.